Az izraeli hadsereg csütörtökön is folytatta a Hamas terror szervezet elleni támadásokat a gázai övezetben. A palesztin területen végrehajtott szárazföldi műveletek közben összecsapások is voltak. A Hamas páncéltörő rakétákat és gránátokat lőtt ki az izraeli alakulatokra, azok tüzérséggel válaszoltak. Izraeli közlés szerint a Hamas több mint 20 tagja meghalt a legutóbbi harcokban. Izraeli közlés szerint a Hamas több mint 20 tagja meghalt a legutóbbi harcokban. A Jabaliai menekültábor szerdai bombázása miatt a csütörtöki összesítés alapján legkevesebb 195-en haltak meg, 777-en megsebesültek. Az ENSZ szóvívője azt mondta, hogy Antonio Guterres főtitkár megdöbbent az adatokon, amik a gázai övezetben fokozódó erőszakot jelzik. Palesztinok, nők és gyerekek haltak meg a zsúfol Jabaliai menekültáborban. Az ENSZ emlékezteti Izraelt, hogy mindenfélnek be kell tartani a nemzetközi és a humanitárius jogot, az arányosság és az elővigyázatosság elvét. Az ENSZ elítéli a civilek elleni erőszakot. Közben külföldi útlevéllel rendelkezők újabb csoportját engedték át Egyiptomba a Rafahi átkelőn keresztül, és számos sebesültet vittek a határ egyiptomi oldalán létesített tábori kórházakba. A háborúban eddig több mint 9000 palesztin meghalt, több mint 32 ezren megsebesültek. Izraeli oldalon legalább 1400 halottról szólnak a hírek.